Köszöntöm nézőinket! Annak a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Felgyújtott egy autót, nem tudni miért. Akár 3 évet is kaphat a pécsi rongáló. Elektromos buszok, töltőállomás. Újra pályázik a pécsi önkormányzat. Megújult a Collegium Seraphicum. A Ferences Rendi Kollégium várja a PTS hallgatókat. Street Up. Nemzetközi Urban Art kiállítás az M21-ben. Fényes nappal a pécsi belvárosban gyújtott fel egy autót az a férfi, akit most rongálással vádol az ügyészség. A jármű egy iskola közelében parkolt, ahonnan éppen hazaindultak a gyerekek délután. A vád szerint több évet is kaphat a 48 éves gyújtogató. Itt állt az az autó márciusban, amit az ügyészség szerint szándékosan gyújtott fel egy 48 éves férfi. A Pécs belvárosában parkoló jármű teljesen kiégett, ahogy a képeken is látszik. A pécsi járás ügyészség rongálása büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfivel szemben, aki még márciusban egy parkológépkocsit gyújtott fel. A vádirati tényállás szerint a férfi 2024 márciusában a délutáni órákban Pécs belvárosában sétált, amikor mindenfajta előzmény nélkül egy gyúlékony anyagot öntött egy ott parkoló gépkocsira, amelyhez követően a motortérbe is bekerült. Ezt követően egy gyúlékony anyagot dobott az autóra, amelyhez követően felgyulladt. A férfi ezt követően röviddel el is hagyta a helyszínt. A gyújtogatásból nagyobba is lehetett volna a szűk utcában, ráadásul a közelben van a belvárosi iskola, onnan a diákok éppen hazafelé mentek, délután 4:30-kor, mondta kamerán kívül egy ott lakó szemtanú. Szerencsére a tűzoltók időben érkeztek. A kiérkező tűzoltók a lángokat eloltották, ennek következtében az építményekre, illetőleg a közelben parkoló autókra nem terjedt át. A gépkocsi teljes egészében kiégett, az okozott kár 900 000 forint volt. Az elkövetőnek a cselekménye a rongálás büntetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza a férfira, aki eddig még nem volt elítélve semmilyen ügyben. A nyomozás során nem derült ki, hogy miért gyújtotta fel a vádlott az autót. A férfi tagadta a kihallgatásán, hogy ő követte el a jármű felgyújtását, ezért semmilyen használható vallomást nem tett a bűnügyben. Bővítheti elektromos busz flottáját a pécsi Tükebusz. Az önkormányzati cég a városvezetéssel közösen beadta pályázatát júliusban. A gazdasági alpolgármester azt mondja, minden lehetőséget megragadnak, hogy környezetkímélő, olcsó üzemeltetésű elektromos buszokkal bonyolítsák a pécsi tömegközlekedést. Elektromos autóbuszt töltenek a pécsi buszvégállomáson, Uránvárosban. Ilyen töltőállomásra, illetve elektromos járművekre is pályázik az önkormányzat most júliusban a Hundánál, vagyis a Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT-nél. A gazdasági alpolgármester azt mondja, valójában ezt már korábban begyújtották. Beadtunk korábban 3 elektromos csuklósbuszra pályázatot, ennek a tartalmi értékelése megtörtént, igazából teljesen pozitív elbírálás jött, tartaléklistára kerültünk. Ezt követően közölte a Honda, hogy ezen a forráson nincs több pályázati pénze, forráshiány alakult ki, de van egy új pályázatot, adjuk be. Igazából ez történt, hogy azt a pályázati benyújtást, ami kvázi idézőjelben szakmailag nyertünk rajta, de nem volt több pénz a keretbe, azt egy újba nyújtottuk be most múlt pénteken, és abba bízunk, hogy a Honda ezen a forrássoron talál pénzt, ha szabad így fogalmaznom, és akkor a buszvásárlás indulhat. Ruzsa Csaba azt mondja, több elektromos buszt akartak, de a lehetőségekhez kell igazodniuk. Eredetileg azért azt látni kell, hogy 8-10 csuklós buszra szerettünk volna pályázni. Eleve a pályázati kiírásúval alacsonyabb kereteket adott meg, ugye már ez a forrás kérdés korábban nyomta a rendszert. Ugye most 3-at engedtek be. A 3 az ugye az egy maximum, tehát most igazából egy, 1-2 vagy 3 mellett dönt a Honda, ezt nem tudjuk. És ugye a töltő az hozzá kapcsolódik, ugye ha ezt a 2 engedi, akkor mi abban bíznánk pozitív esetben, hogy 3 busz lehetne venni, és legalább egy plusz töltőállomás bővítéssel lehetne megoldani. Ugye ezeknek az előkészítései többek között mondjuk az uránvárosi buszpályaudvaron már megvannak. Ugye ennek a beszerzése nagyjából szerintem egy év, tehát ezért jövő évre közbeszerzéseket figyelembe véve futhatnának be a buszok.
Kiemelt cél, hogy környezetkímélő és olcsóbb üzemeltetésű e-buszokkal töltsék fel a pécsi járműflottát. Ennek ütemezése a megszerezhető forrásoktól függ, mondja az alpolgármester. Az uniós források tekintetében egy megállapodás létrejön, akkor bízunk benne, hogy nagyobb flottára is tudunk pályázni. Ennek ugye az önereje a városna megvan. Tehát, hogy ezt az év elején is rögzítettük, hogy az ott esetben 8-10 buszra is, meg mondjuk 3-4 milliárdos beruházás lett volna, ahhoz is tudtunk volna önerőt adni. Most ugye ennek arányaiban a kevesebb, mint a fele a pályázati kiírás miatt. A másik, hogy ugye az úgynevezett tükebusz hitel, ami jövőre fizeti ki a város az utolsó részletet, tehát az azt jelenti, hogy még idén van 1,2 milliárd, ezt is kifizeti jövő decemberig, ugye az azt jelenti, hogy 26-os saját forrásból történő beruházásokat is el tud indítani, mondjuk elektromos buszok esetében, ha és amennyiben az uniós források nem jönnek meg. Ha megjönnek, akkor értelemszerűen önerőbe tesszük bele. Tehát az elektromos busz program mindenképp megy tovább Pécsen. Annak lehetőségét is vizsgálják, hogy több nagyvárossal közösen lehet-e elektromos busz csomagokat vásárolni EU szinten, tudtuk meg Ruzsa Csabától. Most egy 1,5 milliárdos beruházást jelenthet a 3 e-busz beszerzése és a töltőállomás bővítése. Ehhez a város mintegy 220 millió forint önerővel járul hozzá. Rövid híreink következnek. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek tette tiszteletét a napokban a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Látogatása a legfőbb célja, a 4. számú tömegsír feltárási munkálatainak megtekintése volt, valamint tájékoztatást kapott a Mohács 500 program keretében elvégzett feladatokról. Bertó Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója tájékoztatta az érsekatyát a feltárás folyamatáról, és hogy mi a feladata a régészeknek ebben az összetett feltárási munkában. Varga Zsolt, a Dunadrá a Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálat vezetője ismertette az érsekatyával, hogy a feltárás végső célja a kutatás eredmények mellett, hogy a csatában elhunyt katonák földi maradványait 2026-ban, a csata 500. évfordulóján őket megillető keresztény végtisztesség mellett temessék el. Baranya vármegyében 2024 első fél évében 101 lakóépület gyulladt ki, így összesen 641 négyzetméternyi épített terület égett le. Az első fél évben kigyulladt lakóépületekben 2 ember vesztette életét, és ezekben a tüzekben 14-en sérültek meg. Az év első 6 hónapjában keletkezett lakástüzek eloltásához összesen 67 órára és 230 tűzoltójárműre volt szükség. 4 otthon vált tűz miatt lakhatatlanná, 6 embernek kellett átmenetileg máshova költöznie. A nagy kánikulában előfordulhat, hogy a kintinél hűvösebb levegő beszúrol a kéménybe, és a vízmelegítés során keletkező füstgáz nem tudja azt kilökni, emiatt visszaáramlik a lakótérbe, és szénmonoxid jön létre. Megújult a Collegium Seraphicum. A Ferences Randi Pécsi Kollégium az idei ponthatárok kihirdetése után várja a PTS hallgatókat kollégiumi elhelyezésre. A felújított intézményben megszépült többek között az aula, a klubszoba, a tanulószoba, a hálószobák, a kápolna és a belső udvar. Mindez pedig önerőből valósult meg. Már az aulába beléptünkkor látszik a megújult, megszépült épületrész. A bútorok egy része a felirat diszkréten, de figyelemfelkeltően hivogatja és marasztalja a betérőt. Itt az aulában rögtön az új logó és annak ez a 3D-s felirat változata látható. Egy új logót készítettünk, ami egyrészt a szeráfot, az angyalokat, de ugyanakkor a szárny egy kézre is hasonlít, ami így körbeölel, és a tau látható, ami a ferenceseknek a keresztjele, tehát a ferencesség is megjelenik ebben a logóban, valamint a szeráfok jellegei, ami utal ránk. Ezt az aulát, az egészet úgy, ahogy van, kifestettük, megfordítottuk az irányt, hogy látható legyen minden előadás, ferencest, meg minden nyílt alkalom idején egy méltó hátteret tudjunk biztosítani. Csillárokat is, a székeket azt itt találtam az épületben, úgyhogy azt innen megint csak belső erőből sikerült megújítani ennek a kinézetét, és most már tényleg méltó színhelye tud lenni bármiféle rendezvénynek, így a Szójbe a püspöknek rendezvényünk itt volt, valamint át tudjuk alakítani, véradást szerveztünk itt, és méltó helyét tudtuk ezeknek szolgáltatni. Dobosné Rizmájer Rita, a kollégium igazgatója, egy éve vette át a vezetés szerepét, de már sok újat hozott létre.
létre azáltal, hogy otthonosabbá tette és felújította a szállás tanulás helyszínét az egyetemisták számára. Egy éve vezetem a kollégiumot, az alatt, hát fél év alatt szakkollégiummá lettünk, és közben pedig ősztől folyamatosan elkezdtük a felújításokat. Megújult az aula, megújult a kápolna, most zajlik éppen új ágyak cseréje, az előtér, a pénztárhelység, a legelső, ami a kvadrum volt, ahol ez egy belső udvar, ahol a diákok tudnak tanulni, kellemes, hűvös, itt a fákat meg kellett szabadítani a borostyántól, meg egy-két fát ki kellett vágni a biztonság érdekében, és ide fűszerkertet építettünk. A diákoknak klubszobát alakítottak ki, mely alkalmas filmek megtekintésére, kiscsoportos összejövetelekre. Mindezt a saját karbantartóik segítségével önerőből alakították ki, teszi hozzá az igazgatóasszony. Nagyon sok minden vár még felújításra, ahhoz igazából támogatókat keresünk, illetve próbálunk a Pécsi Tudományegyetemmel úgy valami olyan formát találni, hogy esetleg ők is támogathassanak bennünket, mivel itt csak PTS diákok laknak, 90 diák lakik itt tulajdonképpen. A Kollégium Szerafikum fenntartója a Ferences rend. Ennek értelmében egy keresztény értékrendet képviselő intézményről van szó, amely ilyen identitású, illetve erre nyitott diákokat vár a ponthatárok meghirdetése után a megújult pécsi kollégiumba. Bővebb információ a Kollégium Szerafikum honlapján érhető el. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Több mint egy hónapja eltűnt egy 15 éves lány Pécsről, a pécsi rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes telefontanú a 06855-111-es zöld számán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a pécsi rendőrkapitányságon. A sikeres erőszezont követően július első hétvégével elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, emiatt több útvonalon is sűríti járatait a Balatoni Hajózási ZRT, közölte a társaság hétfőn az MT-vel. A közlemény szerint a főszezonban jóval több hajózási lehetőség várja a tóhoz látogatókat. Azokban a kikötőkben, ahol eddig csak hétvégén közlekedtek hajók, az előszezonban már hétköznapokon is lehet hajózni. Továbbra is rendkívül népszerű az utasok körében a kormány több mint 6 milliárd forintos támogatásából megépített, és idén márciusban átadott két-két új katamarán és komp, jelezte a Bahart. Street Up nemzetközi urban art kiállítás látható egészen szeptember 22-ig Pécsen, a Zsolnai negyedben található M21 galériában. A pécsi M21 galéria Street Up című nemzetközi kiállítása több hagyományos művészeti bemutatónál, hiszen párbeszédet nyit a graffiti és a magas művészet, a funkció és az esztétikum, az alkotás és a rongálás közötti viszonyokról. Ennek a kiállításnak a megtekintése előtt fontos tisztázni, hogy a street art nem egyenlő a graffitivel, mert még ez utóbbi egy zárt körű társaság öncélú esztétikai egóháborúja, ami nyílt színen zajlik, addig a street art művészei a társadalmi és politikai üzenetek, vizuális gegek révén a társadalom széles rétegeihez kívánnak szólni. Fekete Valéria műkritikus esztéta, a Zsök vizuális művészeti vezetője avat be a különleges tárlatanyagába. Ugye ez a kiállítás, ami maga a street artos rész, az három különböző teremből áll, és ahol összekapcsolódik a Villöglé kiállítással, az éppen a graffiti, a tag, illetve a graffitiből és a tagből kifejlődött művészi alkotások sora. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy ugye a street artnak is különböző irányzatai, stílusai, műfajai vannak, a legkorábbi tulajdonképpen ez a nyomhagyás, az aláírás. A street arterek közül a graffitisek mindig a jelet akarnak hagyni, a nevüket akarják különböző kompozíciókban megmutatni. Azok a művészek, akik a harmadik teremben láthatók, ők a graffitiből indultak. Ha jobban megnézzük ezeket az alkotásokat, akkor láthatjuk, hogy ezek már rég nem graffitik, ugyan tartalmazzák azokat a sajátságos egyedi jegyeket, amelyek a graffitire jellemző, azonban ez már teljesen más, mondja a műkritikus esztéta. Már egészen más színvonalon, már egészen más kompozícionális technikával, műalkotásokká válnak. Vagyis abban a teremben azt szeretnénk megmutatni, hogy a betűírás, a
ugye ezek a writereknek hívják egyébként magukat, tehát hogy az írásképből hogyan fejlődik ki az az autonóm művészet, ami az abstrakció irányába mutat. A Pécsi M21 Galéria Street Art című nemzetközi kiállítása több hagyományos művészeti bemutatónál, hiszen párbeszédet nyit a graffiti és a magas művészet, a funkció és az esztétikum, az alkotás és a rongálás közötti viszonyokról. A Street Art nemzetközi Urban Art kiállítás látható egészen szeptember 22-ig Pécsen, a Zsolnai negyedben található M21 galériában. A régió híreivel folytatjuk. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének regionális küldött gyűlését tartották meg Szekszárdon. Az eseményen beszédet mondott többek között Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, aki a közös agrárpolitika állattenyésztést érintő intézkedéseiről számolt be. Szavazzunk a kiküldött napi rendi pontokra, aki azokat elfogadja, kérem emelje fel a tábláját. Köszönöm szépen. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége a legnagyobb sertéságazati szakmai szervezet Magyarországon. Feladata a sertéstartók munkájának segítése. A szervezet az állatjelöléseket is koordinálja hazánkban. Ezért egy olyan fontos szerepet is tölt be, hogy ugye az egész világban, főleg a sertéságazatot érintő módon a sertéspest is az egyik legjelentősebb állatbetegség, és ennek maga a nyomonkövetés, az ellene való védekezés, a telepi higiénia, a felelős állattartói magatartásoknak az elősegítése, támogatása, ez a fő feladata ennek a szervezetnek, és itt a 7 régió van az országban, és a 4 régiónak a regionális küldött gyűlése az itt Szekszárdon lesz megtartva. Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára többek között az állattartó telepek korszerűsítésének lehetőségeit ismertette előadásában. Van egy közös agrárpolitikai stratégiai tervünk, ami képes meghatározni egészen 27-ig, vagy még ott is van 2 év átmeneti időszak, egészen 2029-ig a hazai agrárium, a magyar mezőgazdaság vagy a vidék fejlesztésének lehetőségeit. Ez több mint 5300 milliárd forint. Az állattenyésztésre 200 milliárd forintos keretösszeggel hirdetnek pályázati felhívást. Amiből legalább 150 milliárd forint érték a nagy telepek fejlesztésére, komplex állattartó telepeknek a megújítására, fejlesztésére, és van egy kisebb léptékű, ami legalább 50 milliárd forint. Ugye, ha mind a kettőhöz hozzáteszik, hogy legalább, akkor arra utal következtetni, hogy ez egy előre meg nem becsült keret, mindig így hirdettük az előző időszakban is a 200 milliárd forinttal. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott, nehéz olyan pályázati felhívást készíteni, ahol egy kisléptékű egyéni vállalkozó olyan vállalásokat tud tenni, mint egy ZRT. Felújították Szekszárdon a rendőrség épülete melletti omladozó, már életveszélyes támfalat, ami remek kivitelezésnek köszönhetően megőrizte műemlék jellegét, és tökéletesen beilleszkedik a városrész összképébe. Berlinger Attila polgármester úgy fogalmazott, a fal régóta szúrta a szekszárdiak szemét, és már elhanyagolt, méltatlan állapotot mutatott. Ahol itt állunk a Vármegye háza melletti területen, egy olyan támfal rész újulhatott meg az elmúlt hónapokban, amely sajnos már életveszélyes állapotba került. Az elmúlt évtizedekben ezen a területen a fák és a gyökerek olyan módon túlburjánoztak, hogy már szinte a vasbeton szerkezetét és a téglafalat teljesen megrongálták, veszélyes állapotot hoztak létre. Szekszárd megyejogúváros önkormányzata saját költségvetéséből ebben az évben 25 millió forintot áldozott arra, hogy néhány hónap, körülbelül 150 nap alatt ezt a fal részt helyreállítsa, és méltó környezetet adjon vissza a szekszárdiaknak és az ide látogató vendégeknek, turistáknak. A kivitelezést a Kész Közúti Szolgáltató Nonprofit Kft. Végezte el kiváló minőségben, ezúton is köszönjük azt a szakértői és gyors munkát, amelyel az itt látható falat tényleg egy csodálatos állapotba hozták, varázsolták újjá. Ezzel a beavatkozással a rendőrség épülete is védelmet nyert, mivel a szomszédos területen húzódik a várfallal. Az ottani működés a rendőrkapitányság épületét is veszélyeztette már ez a rossz állapotú támfal. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos kis szakasza, illetve egy nagyon fontos lépcsőfoka lehet annak a törekvésnek, hogy a város a történelmi belvárosi területeket próbálja meg olyan módon felújítani és méltóvá tenni, amely egy ilyen csodálatos történelmi belvároshoz illő.
Annyit tudni kell még erről a támfalról, hogy ez nem a középkori várfalnak a része volt, hanem egy későbbi időszakban, a 19. században épült ide, és hát bizony ez a másfél évszázad már egy kicsikét megsínlett az állapotát. A felújítással hosszú évtizedekre újra biztonságossá vált ez a térség. A szekszárdiak jártukba, keltükbe, akár a Piac tér és a Béla király tér közötti sétájuk során egy nagyon szép környezetet vehetnek újra igénybe. Ezek a helyreállítási munkák nagyon fontos részét képezik annak a törekvésnek, hogy történelmi városhoz illő, de mégis modern építmények jöjjenek létre. Sikeres előszezont követően július első hétvégéjével elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Emiatt több útvonalon is sűríti járatait a Balatoni Hajózási ZRT. A főszezonban jóval több hajózási lehetőség várja a tóhoz látogatókat. Továbbra is rendkívül népszerű az utasok körében a kormány több mint 6 milliárd forintos támogatásából megépített, és idén márciusban átadott két-két új katamarán és komb. Emellett 15 kikötőből indul sétahajó, 13-ból naplemente sétahajó, 10-ből gyerek, 9-ből pedig bulihajó. Siófokról Komáromi Kriszta tudósított. Óránként járnak a sétahajók, illetve menetrendi hajók is Siófok, Tihany és Balatonfüred között, és az új katamaránokkal is találkozhatunk ezen az útvonalon. A másik forgalmas út a Fonyód-Badacsony útvonal, ahol szintén közlekedik a katamarán, és a Szántódi Révből 7 órakor indul az első komp, 23 óra 30 perckor pedig az utolsó, Tihanyból pedig 7 óra 15-kor az első, és 23 óra 45 perckor az utolsó. 15 kikötőből indul a főszezonban sétahajó, 13-ból pedig naplementes sétahajó is, 10 kikötőből indul gyermekhajó, 9-ből pedig bulihajó. Jó hír a gyerekeknek, akik Kajla útlevéllel rendelkeznek, hogy a 6-11 éves gyerekek díjmentesen vehetik igénybe a Bahart menetrendszerenti járatait, ha felmutatják Kajla útlevelüket, és természetesen az utasok szép kártyával is fizethetnek a pénztárakban, de ha el akarják kerülni a sorbanállást, akkor természetesen online is meg lehet már vásárolni a jegyeket. Erre a szezonra két újítást is eszközölt a Bahart. Szerdánként innen Siófokról indul egy esti chill hajó, ahol az új katamarán feltélzetén kellemes háttérzenében és egy koktél kíséretében gyönyörködhetünk az esti Balatonban, míg a cirkusz kavalkád gyerekhajóval a kicsiknek kedvez a társaság. A különleges cirkuszi gyermekprogramokkal Balatonfüred és Fonyódról futnak ki a hajók péntekenként, de természetesen a fiatalokra is gondolnak, hiszen a bulihajók is, ahogy említettem, már 9 kikötőből elindulnak. Minden korosztály megtalálja a kikapcsolódását és a lehetőséget itt a Balatonnál a hajótársaság kötelékében. Baranyai témáink még egyszer, röviden. Felgyújtott egy autót, nem tudni miért. Akár 3 évet is kaphat a pécsi rongáló. Elektromos buszok, töltőállomás. Újra pályázik a pécsi önkormányzat. Megújult a Collegium Seraphicum. A Ferences Rendi Kollégium várja a PTS hallgatókat. Street Up. Nemzetközi Urban Art kiállítás az M21-ben. Pénteken is forrón süt le ránk a nap, a nagy melegben azonban ismét megnövekszenek a gomoly felhők. Frissítő záporok, zivatarok főként az ország északi felén fordulhatnak elő helyenként. Délelőtt 24 és 33, délután 34-40 fokra számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!